német katonák pályán sem volt, sem nekik még sok helyen sem volt szem ellen. A magyar egyen az 100 évvel ezelőtt az így fogalmakban szerint divatosan kényelmes működések. Van nálunk legalábbis a többségi puska, megkérem ezt a 1895-ben rendszeresített Mannlicher típusú ismétlődő puska, első és a második világháború alatt a Magyarországnak a fegyvere, ötlövető puska, egyenesen hátra lehet húzni, így öt összetartalmatára beteszünk, utána öt felhúzásra tudod lejönni, utána a tárom kiesik. Ezt egy 100 évvel ezelőtt egy nagyon korszerű